Szürke zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! Ma a betörőkről fogunk beszélni, és úgy általában a betörésről, mert ez állíthatjuk, hogy egy külön szakma, egész egyszerűen olyan szakmai kör tudott alakulni az elmúlt mondjuk 50, hanem több évben, a betörők között, ami Egyszerűen, ami alapján egész egyszerűen letagadhatatlan, hogy, hogy lényegében szakmává fejlődött a betörőknek a, a, gyakorlata és a tudománya. Tisztázzuk először is a forrásainkat. Én az egyetemi tanulmányaim alatt kriminalisztika tárgyból tanultam sokat a vagyon elleni bűncselekményekről, meg hát értelmszerűen a büntetőjogi tanulmányaim is segítettek ebben, de a kriminalisztika alatt hallottam nagyon érdekes dolgokat, és van egy podcast, amit én követek, ez a Tango és Kes, a 24.hu-nak a bűnügyi podcastje, és ők az ottani hostok, azok elég okos gyerekek, tehát igazából lényegében kutatók meg politológusok, meg kriminológusok, tehát tehát letagadhatatlan, hogy hogy sok dolgot tudnak erről a tárgyról, erről a témáról, és az ő egyik Sóhócban meghivatkozott adásukat vettük alapul, és abból is merítettünk. Mielőtt belevágunk, szeretnék tisztázni pár dolgot, ugyanis én észrevettem, hogy nagyon sok büntetőjogi fogalmat kevernek az emberek, sőt, még a Híradóban is bizonyos büntetőjogi fogalmakat nem pontosan szoktak mondani, uh -huh. és mégiscsak azért a betörés, az a lopás egy bizonyos minősített esete. És pont ezeket a, ezeket a dolgokat szokták kicsit keverni. Például a híradóban rendszeresen használják a kifosztás kifejezést, hogy kifosztottak egy idős néni stb. stb. Na a kifosztás az ugye nem, nem feltétlenül, nem egy sima lopás. A kifosztás az az, amikor úgy veszel el mástól valamit, hogy hogy lerészegíted, vagy boldult állapotot idézel, idézel elő nála, tehát leítatod, uh -huh. majd amikor kikészül, akkor szépen kifosztod őt. Tehát ez a kifosztás. Akkor hasonló az önbíráskodás, hogy a, a köznyelvben szinte minden uh, ilyen vigilantizmusra vizza, visszavezethető jelenségre, vagy minden ilyen tetlegességre azt mondják, hogy önbíráskodás. Tehát a, a köznyelv olyan, mint hogyha azt gondolná, hogy az az önbíráskodás, amikor nem várod meg a rendőrt, hanem kézbeveszed a dolgokat. De 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 ne, ez nem az önbíráskodás a, a büntetőjog szerint. Az önbíráskodás az, amikor ö, abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerez, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerítesz, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. Uh -huh. Tehát ezt ezt fontos letisztázni. És hasonló az egyik kedvencem, a kitartottság, hogy azt jel rendszeresen használják, de még sorozatokban is hallottam, hogy a prostituáltra használják a kitartott kifejezést. Konkrétan Hát nem is tudom, valami középkoros sorozatban hallottam, hogy így az asszony mondja az urának, hogy nem erészsze engem kitartottként kezelni, de hát pont a strici az, aki a kitartott, tehát a, prosti, a prostituált az a kitartó. A kitartottságban a stricit tart ki, tartja ki a prostituált. És hát ez alapján kellett rájönnöm, hogy igazából szinte minden ilyen büntetőgi fogalomnak van egy köznyelvi értelmezése, mert mert egyébként például a vikinges sorozatban vagy a középkörös sorozatban az adott helyzetben teljesen jól meg tudott volna állni ez a kitartottság kérdés, csak hát nekem mindig ilyenkor előjön a jogász énem, hogy hát azért nem, nem ez a kitartottság, tehát nem, nem így van, nem így van, de el kell fogadnom, hogy a köznyelv másként vélekedik ezekről a fogalmakról. Dani, mi a megélésed a mai témánkkal kapcsolatban? Hát szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé laikus vagyok a témával kapcsolatban, mert úgy, úgy, a saját életemben nem igazán találkoztam nagyon betörésekkel, meg hasonló eseményekkel, talán ami hát hozzám legközelebb állt, hogy egyszer ellopták a telefonomat, mert odaadtam az illetőnek, <gül> <gül> ugye, mert féltem. a sztorira emlékszem. De, de így, hogy mondjuk lakásba betörni, vagy, vagy, vagy Kifosztottak meg ilyesmi, szerencsére nem volt tapasztalatom. Pedig azért fiatalabb koromban ö, adhattam volna rá pár lehetőséget embereknek, hogy ki, ki tudjanak fosztani. Tehát akkor tisztázzuk, hogy ö, ugye a betörés az a vagyon elleni bűncselekményekből származik, vagy hát az a, az a gyökere és a lopás egy minősített esete a betörés. A minősített eset ugye az úgy értelmezendő, hogy a büntetőjogban le van írva, hogy ha ezt csinálod, akkor ez a büntetésed, és van egy felsorolás mindjárt a második bekezdésben minden ilyen tényállásnál, hogy, hogy komolyabban büntetendő egy adott, ez az adott cselekmény, ha és akkor felsorolják, hogy a bizonyos feltételek teljesülnek. Például hmm. bűnszervezetben, ugye ez egy tipikusan visszatérő, minősítő körülmény. Eleve vagy Előzetesen elterveltem, vagy hasonlók. Tehát és ö, így, hogyha ö, ö, ha helyiségbe, vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a tudta és beleegyezési nélkül bemenve követik el a lopást, az egy minősített eset, hmm. tehát betörés. És ö, ez egy azért is érdekes történet, mert ez egy ősi bűncselekmény, ezt már a, a tíz parancsolat is tartalmazta, és egyébként is a Magyarországon én úgy tudom, hogy a szervezett bűnözésnek az abszolút gyökere, Tehát a szervezett bűnözés Magyarországon a betörők közül csírázott ki, elsősorban a szocializmusban. Ö, ugye a második világháború után nem volt nagy készpénzforgalom, inkább értéktárgyakat tartottak otthon az emberek. És hát egyébként is egyre érződött, meg egyre tapíthatóbb volt, hogy a vagyó része az az államnál volt. Például szövetkezetekben ugye, talán ez visszavezethető a kollektivizmusra. Tudhatjuk, hogy a kornak az a része, különösen Magyarországon így nézett ki, hogy hogy ne, ne úgy, hogy nincs is magántulajdon, hanem, hanem az állam tulajdon, meg a közösség, meg a, meg a, egyéb kategóriáknak a tulajdona lesz végül az, ami korábban magántulajdon volt. Értesülésem szerint Azért is nem ö, a magánjog ö, megnevezést használták Magyarországon az egyébként polgári jogi ö, ö, ágazatokra, mert hogy Magyarországon a szocializmusban nem lehetett magán semmi, mert mm -hmm. az állami minden. Igen. És ö, ezért is hívjuk, hívjuk, hívjuk mi Magyarországon a polgári jogot, vagy a polgári törvénykönyvet polgári törvénykönyvnek. <hállítás> Egyébként ez a, ez a terminus technikus nem idegen a, a nemzetközi jogban, tehát civil meg hasonló, kodigó civile, nem <laughs> tudom, ezek, ezek nemzetközileg azért mégiscsak a polgárjog, az előjön gyakran ez a kifejezés. Tehát a vagyon része a javarésze államnál volt, a bűnözők állami épületekbe is betörtek, nevezetesen a kifizetés napját megelőzően, mert akkor tudható volt, hogy akkor van ott sok pénz. Ugye? Meg kellett szerezni azt a vagyontömeget, mielőtt kifizették volna például a TSZ-ek, szövetkezetek az embereiket. Uh -huh. És egyébként is mi. Tudható, hogy mindig egy tranzitország voltunk, tehát lényegében egy kompország vagyunk, hogy a keletről jövők Magyarországon keresztül utaznak nyugatra, és akár fordítva. Tehát ez, ez adott volt ahhoz, hogy gyakorlatilag a hálózatossága meg, megképződjön ennek a, ennek a bűncselekmény kategóriának, az hálózatos jellege. Uh -huh. Illetőleg a Trianoni Békeszerződés is oda vezetett hogy lényegében ugye kicsiráztak és köréngnődtek más országok. Tehát addig volt egy Nagy-Magyarország, és a Nagy-Magyarországból lecsippentettek darabokat, és az addig ellenyésző jelentőségi országok többé-kevésbé lett egy nagyobb kiterjedése, és egész egyszerűen körénk nőtt egy lényegében egy, egy ilyen halmaz, és ez adta a feltételeit annak, hogy könnyebben meg tudják az adott bűncselekmény elkövetői vagy művelői találni egymást a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében. Tehát például egy tolvaj könnyebben meg tudott találni egy egy orgazdát, akinek ugye eladja a lopott holmit, és az orgazda Aha. könnyebben tudott, tudta ezt valahogy kiuttatni az országból, vagy úgy odaadni valakinek, hogy egyrészt nem lesz már nála, másrészt az országban sem lesz, mert mondjuk egy szerb ismerőse átutazóban volt, vagy valami. Tehát ez mind előidézte azt, hogy, hogy lényegében a, betörő, a betörésből csirázzon ki a szervezetbűnözés Magyarországon. Hmm. Ennyit a történeti kitekintés ...ből, illetően, beszéljünk úgy általában a betörésekről. Na most a Danival meg tudunk állapodni abban, hogy mind a ketten kertvárosban élünk, és éltünk is mindig is. És ugye én azt tudom a magam részéről állítani, hogy ennek ellenére bennem van a 90-es évek parája... Tehát, tehát, a 90-es éveket én úgy éltem le, hogy így folyamatosan volt egy érzés, hogy bármikor betörhetnek, betörhetnek hozzánk. És ez ugye igaz is, hogy, hogy ami a szocializmusban elkezdődött, az még a 90-es években bőven tartott, hogy, hogy az egy reális fenyegetés volt, hogy betörjenek hozzánk. És mai agyammal visszatekintve az elmúlt mondjuk 15, de akár 20 évnyi félelem alaptalan volt, mert nem próbáltak betörni hozzánk, talán még az ajtót se kellett volna bezárnunk, mert kísérleti alapon se akartak betörni, hmm. de nyilván ez belvárosi lakótelepeket illetően ez nem mondható el, mert ott szerintem még reális ez a fenyegetés. Erről mit gondolsz? Um, igen, valahol én is úgy érzem, hogy ö, ö, elég erős volt egy ilyen, egy ilyen passzív félelem folyamatosan, hogy, hogy jaj, betörnek hozzánk, meg ilyesmi, meg hogy, hogy ö, tényleg a, a környező utcákba ö, kevés olyan kapu van, amin be lehet látni, mindenkinek zárt kapuja van, hogy ugye ne tudják kintről felmérni a terepet, meg ilyen-olyan zárak, meg mit tudom én. Ö, hát állítólag, ezt nem, nem emlékszek pontosan, én ugye talán lábnyomok alapján, meg ilyesmi, meg ugye a szomszédokkal való kommunikáció alapján apám mesélte régebben, hogy, hogy állítólag a hátsó szomszédunk, ami telkünkön keresztül menekült ugye az előttünk lévő utcába, hogy, hogy kicsit ilyen váratlan útvonalon, útvonalon, távozzon ugye a, a tett helyről, de Nekem, meg nekünk személy szerint nem nagyon volt tapasztalatunk ezzel az egésszel, ettől függetlenül azért apám is tett azért, hogy minél feltűnőbb legyen az, hogy hú igen, itt kamerák vannak, hú igen, itt ki van írva, hogy vigyázz a kutyával, meg ilyesmit, tehát gyakorlatilag mindent megtett azért, hogy minél jobban megpróbálja elrettenteni a potenciális betörőket. Hát nekem kiskori élmények, hogy volt, hogy arra jöttünk haza, hogy fel van feszítve az ajtó, de nem törtek be, csak megkísérelték, de szerintem a kutya az elkergette őket, vagy nem tudom, a lakosság. Hmm. Akkor volt egy durva élmény, hogy nyaraltunk, és a kocsinkat lényegében az udvarról rabolták el, tehát kinyitották a kaput, szépen oda mentek, feltörték az autót, valahogy elindították, és kitoladtak vele. Ez azért, ez azért meredek. És az egyik legtestközelibb élmény, hogy nyaraltunk Bibionéba, És tudjátok, az ilyen Hát így a, a turizmusnak eléggé kitett olasz település, és hát egyszerűen annyira melegünk volt, hogy amit tudtunk, kinyitottunk, és apám az lényegében még a, még a fő bejáratot, tehát ennek a, a, a kis apartmannak a, az, aj, az ajtaját is kinyitotta, számítva arra, hogy hát hogyha egyszer ott fekszik az ajtó mellett akkor nem fognak bejönni, meg egyébként is miért, és basszus bejöttek és az alvó apám mellől ellopták a kameránkat <coughs> És ez azért olyan, hát ne, nem aludtunk valami jól az azt követő éjszaka, tehát hogy így be, bejöttek, és, és ellopták onnan. Tehát, hogy egyszerűen ez, ez, ez iszonyatosan intruzív élmény. Igazából mondjuk, hogyha most még belegondolok, akkor, akkor pont a napokban, talán még mielőtt elkezdtünk beszélni erről a podcast epizódról, akkor említette apám azt az esetet, talán hát általános iskolás lehettem még amikor egyedül volt a lakásban, édesanyám éppen dolgozott, a nappaliban bömbölt a tévé, mert mindig is süketek voltak, úgyhogy jó hangosra föltekerték a tévét, és ő meg a konyhában tetve, mint csak itt keresett, vagy hasonló, és akkor kinézett ugye a konyhának az ablakán, és látta, hogy három Hát, hölgy sétál be az udvarra, ami úgy alapból nem egy különleges dolog, mert hogy van egy műhely a, a telkünkön, és azért szoktak kibejárkálni emberek, viszont ugyanakkor meg azt látta, hogy hoppá, ezek fölkanyarodnak a gangra, és elindulnak a bejárati ajtó felé. Nyilván onnantól kezdve ugye szemmel tartotta folyamatosan az eseményeket, és nyitva volt az ajtó, csak egy ilyen... Egy ilyen ö... Nem is tudom, hogy, hogy szokták ezeket nevezni, a függönylógot gyakorlatilag az ajtóba, hogy a bogarak ne jöjjenek be. Még csak nem is volt semmi, mit tudom én, mozgásérzékelős jelző, semmi nem volt, csak ez a függőnylógót ott, úgyhogy ezt nyilván szépen félrehúzták. Beléptek az előszobába, és. Hát elkezdtek már a fogasnál a kovátok között matatni, amikor ugye apám kicsit hangosabban rájuk szólt, hogy kezi csókolom, mit keresnek itt. És akkor persze hadonáztak kézzel, lábbal, hogy jaj, csak izéje el akartak adni órát, vagy valami. Aztán persze kitessék el őket a lakásból. De azért ez is milyen érdekes jelenség, hogy a nappal közepén elég láthatóan, mert ugye az öltözékük is eléggé látványos volt, bejönnek, semmi nem érdekli őket, és hát igazából még csak körbesen nem néztek nagyon, mert ugye valószínűleg kiszúrták volna apámat ugyanúgy a konyhaablakból, bejönnek, elkezdenek matatni, aztán tovább állnak, és, és, utána derült ki a rosszabbik része, hogy egy olyan 20 perccel később egy szomszéd, jött ide apámhoz, hogy látott-e bármiféle különleges alakot, vagy bárkit, mert hogy nyitva volt náluk a kapu, és hát elvittek tőlük 300 ezer forintot. Hoppá. És ugye hát több mint valószínű, hogy ez a három hölgy lehetett az, mert tényleg nagyon-nagyon közel volt egymáshoz a két eset. Igen, hát a 90-es évek, de talán még a 2000-es évek is igazából bővelkedett ezekben a, az élményekben. Én, én a magam részről, részéről ebből az időszakból megörököltem ezt, a, ezt a, az ilyen parás hozzáállást, hogy, Gyakorlatilag minden este végig megyek a házon, és leellenőrzöm az ablakokat, ajtókat. Hm. Van, hogy éjszaka közepén kikelek az ágyból, hogy uramisten, bezártam az ajtót. Igen. És talán emlékszem is, hogy bezártam, de hogy a minimális bizonytalanság is arra késztet, hogy hogy, hogy, hogy megpróbáljam kinyitni, hogy, hogy, hogy megye, a, megy-e a bezártság állapot, tehát hogy tart-e. <laughs> és, és ugye én néha annyira túltolom, hogy néha még a spájzajtót is bezárom, <laughs> és hát kérdezik, hogy miért, tehát hogy azzal mi lesz, hogy bezárod a spájzajtót, és mondom, hogy hát hogyha a spájz ablakon jönnek be, akkor majd megakadnak azon, hogy be van zárva a spájzajtó. <laughs> és ugye én abból indulok ki, hogy nincs százszázalékos biztonság, ez ugye az információbiztonságnak a, az első számú marketing szövege de, de én úgy, úgy érzem, hogy némely védelmi vonal körülményesebbé teheti a kivitelezést, és talán mondjuk az egy, egy könnyű, könnyű, könnyen kivitelezhető műveletnek tűnik, hogy valahogy bekúszunk a spájzajtón, mert egyébként nem tudjátok, de az a rés, amire ti azt mondjátok, hogy ide, itt egy vadászgörény se fér be, az egy besúranó tolvajnak simán elég. <hül> És erről fogunk beszélni még. De ha mondjuk egy besurranó tolvaj valahogy befurakodik egy minimális résen, és megakad egy zárt ajtón, tekintettel arra, hogy egy betörés során az időtényező az valami iszatosan kardinális, lehet ez már megakasztja, és azt mondja, hogy jó, erre már nem tudok időt szakítani, hogy én még ezzel az ajtóval babráljak, már így is kompromittálódhatok, yeah. úgyhogy inkább kiszivárgok, mert ez egy olyan védelmi vonal, amire én nem számítottam. Természetesen a betörés a betörők nem feltétlenül ilyen betörők. Tehát vannak eseti, vannak alkalmi betörők, akik, akik meglátnak egy nyitott ajtót, vagy, vagy egy könnyen nyitható ajtót, és, és gondolnak egyet. Ne fussunk előre. Ugyanez a, ugye a 100%-os biztonság elve mentén egy hasonló élmény, hogy ugye nem tudom mennyit szoktatok utazni, de hogy uh, ismerhető a magyarországi uh, podgyászmaffia a reptéren, tehát az már egy ilyen nemzetközi hír, hírnévnek örvendő tényező, hogy, hogy Magyarországon számíts arra, hogy ki lesz nyitva a podgyászod a reptéren, és értékeket kirabolnak belőle. És ezzel ugye szinte Magyarországon se tudnak mit csinálni, mert elhelyezték a kamerákat, és, és megfigyelik őket, de a podgyászok néha beérkeznek úgy, hogy pont takarásban van a, a személyzet, bizonyos alkalmakat megragadnak, de, de egész egyszerűen olyan maffia módon működik, hogyha lecserélnének mindenkit a, a, a podgyászosok között, akkor is újra termelődne ez az egész tendencia, tehát akkor is visszajönne, mert egész egyszerűen beépült ebbe a dologba, ebbe a folyamatba, és ö, ugye a podgyászott védelmében szokták mondani, hogy, ö, hogy fóliáztasd be ott a reptéren utazás előtt a bőröndödet. Uh -huh. És ö, ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy és akkor mi van, ha be van fóliázva, hát simán fel lehet vágni, tehát egy pillanat alatt le lehet applikálni a, a, a fóliát a podgyászodról, de hát pont ez az, hogy lehet, és ezt, ezt hallottam is, hogy a, a fóliázott podgyászokkal nem szoktak ö, cseszeregni, mert mire felvágják, vagy, vagy kidolgozzák azt, hogy akkor applikáljuk le a fóliát erre a bőrönről, megy az idő. És, és simán fordíthatnánk más bőröndöknek a, a felnyitására, és ezért inkább hagyják a francba a fóliázott podgyászokat, mert nem tudják felmérni, hogy mennyi időbe telik az, hogy hogy azt megszabadítsd a fóliától. Inkább akkor arra mennek rá, ami, ami nincs ele fóliázva. És én ezekbe az ilyen védelmi vonalakba hiszek, hogy természetesen minden védelmi, védelmi vonal az áttörhető. Hogy Hogyha rákészülsz, akkor, akkor, még annál is gyorsabban, vagy könnyebben. De, de, lehet, hogy egy váratlan védelmi vonal azt közvetíti a behatoló számára, hogy jó, ezt inkább hagyjuk, mert, mert ez, ez, ez egy olyan tényező, ami, ami, ami aránytalan kockázatokkal jár a kivitelezésre nézve. Igen, nekem egyébként a, hát az ismerősem ismerőse a az gyakorlatilag ilyen reptéren dolgozott, és hát Hát sajnos benne volt egy olyan csapatban, és ő is ugye alkalmazta ezeket a különböző lopkodásokat, nem is tudom, jó sok hónapig szerintem évekig benne voltak ebbe az egész Poggyás mafiába, és ha jól emlékszem, akkor pont valami valami probléma volt ott a műszakokkal, és, és hogy ő nem ment be aznap, amikor gyakorlatilag jött ugye a a csekkolás, meg ilyesmi, mert hogy ugye valószínűleg előre kitervelték, hogy na, akkor most le kell ezeket buktatni, mert most már egyre, egyre rosszabb a szituáció, és hát nem tudom, hogy hány, hány fős csapatot ott akkor elkaptak, és tetten értek, és, és, a csávó gyakorlatilag tényleg ennek köszönheti, hogy valami baj volt a műszakokkal, és aznap nem ment be, és büszkékedett gyakorlatilag, hogy, hogy ő ezt megúszta ezt az egészet, de azok alapján, amiket így hallottam az ismerőstől, azért tényleg hát hogyha nem is több millió, de biztos, hogy több százezer forintnyi akár készpénzt, akár ékszereket, meg parfümöket, meg ilyesmiket azt így kiszedegettek a podgyászokból. Elég, elég szörnyű volt végighallgatni, mert ö, én nem repülök sokat, de de azért mindentől függetlenül ö, valószínűleg elég érzékenyen érintene, hogyha úgy kéne megtalálnom a podgyászomat, hogy a fél cuccom hiányzik belőle. Ö, ugye említ, említettük, hogy a betörésnek egy kicsit gyakorlata van, és mondhatjuk azt, hogy ez egy szakma, és ez oda vezethető vissza. Hogy, hogy ugye kvázi szakmai körök alakultak ki az alvilágban. De hogy hol tudnak ezek a szakmai körök egész egyszerűen ismeretet meg gyakorlatot megosztani egymással, hát a börtönben. Ugyanis a büntetés végrehajtásnak az örökös kritikája az, hogy bemegy a börtönbe egy nulla tudással rendelkező alkalmi ajtóbefeszítéses betörő, tehát aki tényleg a legminimálisabbat tudja csak erről a dologról. Uh -huh és egész egyszerűen találkozik azokkal az elkövetőkkel, akik ugyanígy kerültek be, tehát megbeszélik, hogy ki miért van bent, jó, hát én is, én is gyakorlott betörő vagyok, engem is elkaptak, és elkezd menni az egyeztetés, a gondolatok megosztása, és úgy jön ki ez az alkalmi betörő, hogy ismeri az álkulcsok működését, a trükköket, a metodikákat, és gyakorlatilag egy felkészült Betörő lesz belőle, Aha. aki már alig várja, hogy hogy megpróbálja ezeket a gyakorlatokat, és haragszik magára, hogy mi nem gondolt ezekre e előbb. Tehát ez ugye a börtönnek egy örökös kritikája, hogy hogy, hogy lényegében a, a bűnözőknek az egyeteme. És hát így osztják meg egymással lényegében a, a betörők, vagy a betörő palánták, hogy például milyen módszerekkel lehet betörni. Tehát, említettük az ajtóbefeszítéses módszert. Ez lényegében keres egy pontot a, a, az ajtó falához közel, az elkövető, és onnan megtámaszkodva megrúgja az ajtót. Ez ugye hangos, kockázatos megoldás, de de nem is egyébként a profiknak a művelete, valamikor egy ajtó ennyivel betörhető, de ezért is például a belvárosi lakásokban egy csomószor ilyen hevederzárakat használnak, meg, meg annyi féle zárt, hogy már attól elmegy a kedve a, a betörőnek, hogy ezzel kísérletezzen. Egy ilyen zár akár el is lehetetleníti a, a, az ajtóbefeszítéses módszert, és hát ennél magasabban már csak a, a zártörés, az álkulcs használata, ezek a módszerek vannak, de legjobb lenne, hogyha egy szakértőt hallgatnánk meg ezen a ponton. Nekem van egy ismerősöm, aki, akinek van egy titkos élete, és egy ilyen, hát lényegében egy egyesületi szinten foglalkoznak a, 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 nem is az ajtó, az a zártöréssel, de értem szerint nem a betörés a céljuk, hanem, hanem ez, egy ilyen, ez egy ilyen szubkultúra. Mennek versenyekre, kihívásokat teljesítenek, egy nagyon érdekes és érdekfeszítő dolog ez, úgyhogy én csináltam egy felvételt vele, hallgassuk meg, hogy ő mit mond erről a erről a területről. Na beszélj nekem egy kicsit arról, hogy mit kell tudni erről a zártörésről, és hogy hogy néz ki a gyakorlat emögött? Hát a gyakorlatban annyi a lényege, hogy van egy zártest, test, a zárt van egy henger, és erre a hengerre van egy ilyen pici vivőkar felszerelve. Annyi a lényege ennek a karnak, ez az, ami a, az egész zár szerkezetben a nyelvet ki, illetve mozgatja, és nyilván, hogyha ezt a hengert el tudjuk fordítani, akkor, akkor kinyílik a zár, míg hogyha ha, ha, nem, akkor ugye zárva marad. Annyi a lényege, hogy alulról ilyen nagyon kis pici kis pinek, a zárt testből, ilyen rugók nyomnak fel ilyen pici kis pineket, ami egész pontosan a, a, a hengerbe is belelóg, és a zárt testben is, és pont ezért megakadályozza azt, hogy, hogy el lehessen fordítani ezt a, ezt a hengert. Amikor behelyezed a kulcsot, abba belereszelt kis rovarkák pedig pont arra szolgálnak, hogy megfelelő mélységig nyomják le ezeket a pineket, és ezáltal a, a pineknek a, a meccete az pont oda esik, ahol a zárhenger és a zártestnek a meccete is van, és ezért el tudod így fordítani az árat. Úgyhogy ez az, ami a, a zár, ugye ezt, ezt az állapotot szeretnénk elérni. A legtöbb esetben az úgy néz ki, hogy van egy ilyen pici kis feszítő kar, ami egy ilyen kis elalakú kis rugó cél. Ezzel egy, egy ilyen rotációs feszítést adunk ennek a hengernek. Így gyakorlatilag azt történik, hogy általában 5 ilyen csap, azaz pin van a, a záranként. Nyilván ez eltérő is tud lenni, bizonyos esetekben, és általában mindig ami a gyakorlatilag gyártási pontatlanságból eredően mindig valamelyik pin egy picit vagy jobbra vagy balra fog kerülni. Annyi a lényege, hogy mindig a legjobb oldalibb vagy a legbaloldalibb fog beszorulni attól függően, hogy jobbra vagy éppen vagy balra van elrotálva ez a hanger, és ezt egy, egy bizonyos kis szerszámban, amikor, amikor így, így mm. Fölülről ültetésnek nevezett technikával, ami annyiból áll, hogy így egy ilyen picikis kis horog vagy kampúra hasonlító szerszám, hogy elkezdjük lenyomkodni, akkor az egyik mindig feszülni fog, azt kell olyan mélységig benyomni, amíg egy, egy ilyen halk pattanás hang nem keletkezik. Ez a hang abból, abból jön létre, hogy, hogy ahogy a, a rotáció feszültség alatt hirtelen átpattan az egyik. Ilyen feszítő pinről a másik feszítő pinre a, a henger. Szóval gyakorlatilag, ezek ez a kis pattanó hangot meghalljuk, akkor az azt jelenti, hogy egy csapot, ami éppen feszült, a helyére ültettünk, és a következőre átugrott, és onnantól már azt tartja. És akkor ezt gyakorlatilag addig kell ismételgetni, amíg, amíg el nem érünk oda, ez összes a helyére nem kerül, és és végül elfordul a, a henger. Értem, és az a kulcsokról mit lehet tudni? Az én tudomásom szerint az ákulcs az, az csak egy megnevezése a dolognak. Van van több technika, ha, ha egy, egy bizonyos bump-key technikára gondolsz, ami, ami úgy néz ki, hogy egy, egy, minden egyes kulcsnak megvan a, egy, egy bizonyos kódja, minél ezt egy számmal jelöli, és mondjuk a, az egyes az, amikor csak éppen a legalsó érték van be, van hogy csak egy nagyon picit van bemarva, míg mondjuk a, a kilences az meg, amikor nagyon be van marva, vagy nagyon be van reszelve. És ezek a bump key technikának az a lényege, hogy, hogy ezeket a, a kulcsokat bemarják a legmélyebb állásig az összeset, és a, amikor bedugod a kulcsot, van egy pici kis vála, egy ilyen kis nyaka, ami megakasztja, hogy nem tudod bejeddukni. dugni, de ezt a pici vállat is lereszelik még róla, és amikor behelyezik, a, ez behelyezik egy sima zárba, nyilván fontos, hogy a profilja a kulcsnak, amiben ez elkészült, olyan legyen, mint amilyen zárat szeretnél el kinyitni, de ez behelyezik a zárba, behelyezik olyan állásba, hogy pont ö, úgy legyen, mintha ott lenne az a pici vála, ami tartja, szóval rendes állapotban van, és be, bekészíti az, az éppen nyitni próbáló a két ujját, hogy, hogy majd egy, egy jó pillanatban el tudja fordítani, de még nem ad rá feszítést, és egy pici kalapáccsal, vagy, vagy csavarhúzó nyerővel, bármilyen tárgyal egy, egy, egy ilyen közepes erősségi ütést mér a kulcsra, és mivel nincs ott az a vál, mert le lett veszelve, ezzel egy nagyon picit beljebb fog szaladni ez a kulcs, ezzel azt eredményezze, hogy az összes pint, mivel a, a marások, mert pontosabban ezek a bereszelések ugyanilyen sok kis v-alakot hagynak maga után, ilyen sok kis v-alak lesz a kulcson, gyakorlatilag így az összes pinti így egyszerre megüti lefelé, és, és az a fizikai ilyen törvénye fog létrejönni, mint amikor az a kis sok golyóból álló ingák, amikor az egyik szélsői bepattan, és a másik szélsőt kiüti, aztán vissza, Ugyanezt fog történni, hogy, a, hogy megüti ez a sok picik is fog a pineket, akkor a legalsó pinek egy pillanatra le-lerepülnek, úgymond, vagy így leütődnek, és ha ebben a pillanatban el, rá tud fordítani egyet, aki nyitni szeretné, akkor az, az el tud nyílni. Szóval gyakorlatilag ö, meg ki lehet nyitni egy szerencsésebb ütésből is egy szárat, egy ezt bumpki technikának hívják. Ez nagyon sokszor úgy szokott kinézni, hogy ilyen pici gumit sokszor ráhurkolnak a, a, a kulcsnak oda, a vállának a helyére, ami le lett veszelve, ezáltal ott egy ilyen kis gumis réteg van, és gyakorlatilag így elkezdik püfölni, mint a gép a, a kulcsot, és folyamatosan így, így rápróbálgatni, hogy ütés, és ebben a pillanatban csavarás, majd pontosabban így nyitás irányba, és, és mondjuk rájött 10-15-20-at, és mondjuk 21-re megkinyílik és ez mondjuk kerül körülbelül 20-30 másodpercbe maximum. No, tehát ez lenne a titka ennek a dolognak, ezt érthetőbben senki más nem tudná szerintem elmagyarázni. A titokzatos barátommal volt még egy diskurzusom, nevezetesen arról, hogy széfet hogy kell feltörni, de ebből azt gondolom inkább prémium tartalmat fogunk csinálni, úgyhogy patronálunk élvezhetik az, azokat az ismereteket. Hmm. A betörők skálája ugye elég széles, és kvázi kasztrendszer vehető észre, vagy legalábbis a szerepeknek a nagyon pontos elhatárolása. Ugye említettük, hogy vannak alkalmi betörők. Ezek hirtelen pénzszükség készíteti őket arra, hogy betörjenek oda, ahova éppen tudnak ők inkább a hirdadás technikai eszközökre mennek rá, tehát akár TV, videó régebben, DVD lejátszó, megint csak régebben, de de az ilyen drágább, drágábbnak tűnő eszközökre. Nincs kifejezetten mögötte technika, amit csinálnak, nincs meggondoltság, még a, még a, a, a rajtaütést is, vagy rajta kapást is megkockáztatják, pont azért, mert pénzre van szükségük ezek a junkik, tehát a drogfüggők lehetnek, vagy a Uzsorát fizető ö, emberek, akiknek egész egyszerűen ö, nagyobb, nagyobb veszély fenyegeti őket, ha nem szereznek gyorsan pénzt, mint sem az, hogy rajta kapják őket miközben betörnek valahova. Hmm. Velük szemben állnak a felkészült betörők, akiknek ö, tudásuk van a megfelelő módszerekről, a helyszín biztonságáról akár, vagy az értéktárgyak elhelyezkedéséről. És ugye őket az jellemzi, hogy ők kellő ideig tudnak felkészülni arra, hogy megvalósítsák a betörést. Tehát kifigyelhetnek egy csomó mindent, hogy ki mikor van otthon, védett létesítményekben, mikor van az őrségváltás. E Egyebeket, egész egyszerűen, hogy a, a szomszédok hogy viseltetnek a, a, a védett intézményt vagy hely, helyszínt illetően. Mm -hmm. Tehát ők, ők nagyon komolyan rákészülnek, igazából, hogyha ők kellő információkat szereznek és kellő idejük van felkészülni, akkor egy-egy olyan védelmi vonal, mint hogy bezárod a spájzajtót, az, az nekik nem, nem lesz befolyásoló tényező. <laughs> és ugye a felkészült betörők között is vannak bizonyos szerepek, Ilyen például a tippadó. Valakinek konkrétan megélhetése származhat abból, hogy betörőknek információt ad, hogy hova érdemes betörni. Tehát akiről tudja, hogy kinél van például nagyobb készpénzbennyiség. Autószerelők egyébként tipikusan voltak tippadók ugye ők a számla kiállításánál megtudhatják a vásárlójuknak a lakcímét, amikor fizetnek nekik, akkor láthatják, hogy nagy vaskosabb pénz van a, a fizető kuncsafnál, kunkcsaf, és ezek, ezek mind tippek, és és nekik megvannak a kapcsolataik, nyilván százalékért, vagy bármilyen egyéb juttatásért, de, de a betörőknek adhatnak tippet, hogy hova érdemes betörni. Akkor van a megfigyelő, aki néha ugye be se tör, csak egész egyszerűen figyeli a, a betörés során a környéket, és se lesz, hogyha hogyha érkezik valaki, vagy jönnek a rendőrök, vagy bármi rajta, rajta üthetnek a betörőkön de, de egyébként az előkészületek során is megfigyelést végeznek, tehát a család szokásait, vagy az őrszemélyzet váltásait, tehát ezeket mind ők figyelik és dokumentálják, vagy ha nem dokumentálják, egész egyszerűen feljegyzik másképpen, de az ő dolguk az, hogy a megfelelő időt rászállják arra, hogy információkat gyűjtsenek a, a, helyszínről. És hát én beszivárgónak neveztem azt a szerepet, vagy azt a kategóriát, aki lényegében a besúranótól vaj, de nem csak, a, nem csak egy bizonyos fajta besurranó van, tehát van például a, a szállítómunkásnak öltözött személy, vagy a hatósági személyzetnek álcázott betörő, akiknek uh -huh. ugye pont az a, az a megoldásuk, hogy, hogy nem foglalkozik vele senki, hogyha látja például, hogy egy tévét visz le szállítómunkás göncben. Tehát nem, nem, nem merül fel az aggály, hogy, hogy esetleg ő betörő, mert hogy mi más csinálna a szállító munkás, mint például egy drága tévét cipelle. Közmű szolgáltató emberének öltöznek, leolvasást hazudnak, vagy fertőtlenítés, ugye a pandémia miatt szerintem erre is volt már precedens, hogy a pandémia miatt kérezkednek be egy idős néninek a lakásába, mert hogy a hatósági fertőtlenítést el kell végezni. Tehát ilyen le mérés, leolvasás, fertőtlenítés, ilyen címen kérezkednek be, és van, hogy ketten mennek be. Az egyik szóval tartja a, a, a lakás tulajdonosát, addig a másik meg kirámol. Az orgazdát is említsük meg, ő ugye a lopott árut veszi át, ez ugye büntetendő, tehát hogyha nem számlával vásároltok valamit, és kiderül arról valamiről, hogy, 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 hogy lopott termék, akkor ugyanúgy elkövetők vagytok. Ezért is kellene inkább ismerhető és beazonosítható és biztos forrásokból beszerezni bármit, nem csak így kézen közön. És hát ugye az a, az a besúranó tolvaj, aki, aki nem álcázza magát, hanem az éjszaka leple alatt a legkisebb részt kihasználva beszivárog, vagy be, berölteti magát a minimális réseken. Na, ez ez egy külön kategória. Tehát, tehát ők, ők onnan lehet őket megismerni, hogy hótfeketében vannak, ilyen cicanaciban, meg ilyen, ilyen kifejezetten ilyen feszülős ruhában. Én láttam is már ilyet egyébként. És egy ilyen göncben gönzbe öltözött gyanús külső, vagy gyanús külső rendelkező ember az egy, az egy hatósági személynek azonnal szemet szúrt Tehát, tehát azért meg lehet ismerni ezeket a besúranó tolvajokat, de mondom egyszerűen annyira, annyira kis helyeken is képesek valahogy bemászni, Hát. És hát ezért is érdemes inkább zárni akár az ablakokat. És ugye a trükkjeikről még annyi elmondható, hogy például vidéken kifigyelik a temetéseket, az esküvőket, mert akkor tudható, hogy a környék lakossága nem lesz otthon. Ilyen drágább környékeken arra is sor került már, hogy például a, a, a az egyik szomszéd az fizet egy egy biztonsági embert, hogy csak ott álljon ott a gangon, és bármi kocsi érkezik, akkor azt az, az tartsa szemmel, tehát hogy egész egyszerűen legyen valami élőerő, tehát konkrétan a a, a, a nász nép egész egyszerűen gondoskodik arról, hogy figyelje valaki a környéket, ez azért nagyon uh -huh. durva, pláne az aztán tényleg a legalja, hogy elmész temetésre, és mire hazajössz ki van rámolva a környék, tehát ez morálisan is megkérdőjelezhető akkor ugye a régi módszer, amivel szerintem talán mindenki találkozhatott, hogy, hogy az éjszaka közepén oda telefonálnak. És hogyha felveszed, akkor nem, mennek betörni. És már az én apám is rengetegszer kapott ilyen hívást az éjszaka közepén, hallott valami szuszogást, aztán letette, de egész egyszerűen ellenőrizték, hogy lehet-e jönni betörni. eleve ugye talán azzal is mindenkinek van élménye, bár az ilyen kertvárosban lakóknak, hogy, hogy, hogy a kocsi az éjszaka közepén lassan így végiggurul a ház előtt, így érezhetően figyelnek, megfigyelnek hasonlók, és ha már kocsi, az is egy régi trükk, hogy cöcögtetik a motort. Tehát mondjuk hajnal egy-kettőkor, kettő után már ugye elég gyanús, hogy szinte mindenki alszik a környéken, leparkolnak, és az ilyen nagyon-nagyon hangos gány, hülye szarkocsit, azt így elkezdik hát, cöcögtetni a motort, hmm nyilván jó hangos legyen, ne hallatszódjon, amikor valaki betör egy ablakot, és egyébként is mindenki az, az autóra figyel, vagy mindenki elkezd azért dühöngeni, hogy mit kell itt szöcögtetni a motort, mert mit kell itt hangoskodni, de ez a hang, ez elfedi a betörésnek a hangját. Tehát ez is egy trükk, eleve az A kamerák, áriasztók, na ezeket a tapasztalta betörők már abszolút -e megismerik. Tehát, tehát igazából, hogyha a, a, telephelyedet azzal akarod védeni, hogy valami kamera szerűséget felszerelek, hogy, hogy majd akkor nem jönnek betörni, vagy valami, megismerik már. Nem. Tehát te tudják azt, hogy, 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 az a kamera nem vesz, vagy az a riasztó nem fog riasztani, ismerik ezeket a technológiákat. Épp ezt kell érteni, hogy, hogy ez, a, ez a réteg, ez, ez lépést tart a technológiával. Tehát ki, ki kerül le a piacra egy újfajta zár, ez a réteg lesz az, amelyik megveszi azt a zárat, hazaviszi, szétszereli, megvizsgálja, végig gondolja, hogy hogy lehetne feltörni. Tehát foglalkozik ezzel. És ugye a technológia fejlődésével egyre érdekesebb ö, megoldásokhoz kell igazodniuk. De erről majd egy picit később beszélünk még. Ja, ja, nálunk is vannak ilyen hasonló megoldások, például ugye ott vannak ezek a mozgásérzékelős lámpák, aminek az elsődleges célja az volt, hogy hogy amikor mondjuk a szüleim megérkeznek este valahonnan, akkor ugye ne essenek el, meg hasonlók, hanem azért felkapcsolódjon a lámpa és lássanak, de azért valahol ott volt ilyen másodlagos célként az is, hogy hát majd nyilván ne a betörőket, hogyha felkapcsol a lámpa, már alapból is egy kicsit olyan, Gyengé gyengének tartottam ezt a próbálkozást ebből a szempontból, mert ö, az a baj, hogy nem nagyon lehet normálisan beállítani ezeket a mozgásérzékelős lámpákat, tehát ö, mozog a falevél, a fán, meg elfut egy macska az udvarba, meg ilyesmi, és minden egyes ilyen apró hülyeségre bekapcsol, és én kér meg is kértem őket, hogy az egyik mozgásérzékelős lámpát, ami majdnem, hogy az ajtómmal szembe van, azt így inkább kössék ki, vagy, vagy valami, mert egyszerűen Uh, ahogy korábban te is mondtad, hogy fölkelsz este, akár, hogy megnézd a záraz, nekem is az volt, hogy mondjuk izé, kicsit később feküdtem le, és akkor csak azt látom, hogy fölkapcsol a lámpa. Jó, hát akkor kimegyek, körbenézek, sehol semmi. És voltak olyan uh, éjszakák, amikor majdnem, hogy öt percenként elkezdett fölkapcsolni a lámpa, és az a baj, hogy annyira pont zavaró helyen van hogy egyszerűen tudod, ez a folyamatosan így, így szorongsz, hogy na most akkor mi van most, akkor egyszerűen csak tényleg izé fújja a szél a fa leveleket, és csak arra reagál, vagy, vagy mi. De ha arról lenne szó, biztos, hogy ezt is simán kiátszanák a, a, különböző betörők, mert az udvarnak egy olyan pontján mennek el, ahol nem lát, vagy egyszerűen csak hamar átmennek, és mire kijön mondjuk a lakó, addigra már egy pont egy udvarnak egy olyan pontján vannak, ahonnan majd biztosabban oda tudnak jutni a bejárathoz, hogyha arról van szó. Igen, és akkor ide fűzném azt, hogy a riasztók, hogy ugye a riasztónak mi lenne a funkciója, hogy, hogy egész egyszerűen felhívja a közösségnek a figyelmét, hogy itt betörés van. És hát az én környékemen lakott valaki, azt tudom, hogy már meghalt, és a családja az él ott tovább, abban a házban, de hogy, de hogy nekik volt egy ilyen riasztójuk, ami nem tudom, hogy volt kalibrálva, de hogy így érzékeny volt, és ilyen napi szinten kapcsolt be az a riasztó, mm. És, és, és mindig tudtuk, hogy, hogy, hogy ugye napközben beri azt, kora este beri azt, meg néha az éjszaka közepén beri azt, egész egyszerűen annyi, annyira béna volt, nem tudom, hogy mi lehetett a baj, de, de hogy, de, hogy, de hogy folyamatosan ezzel volt a probléma. És a, így a környékbeliekkel megbeszéltük, hogyha ezekhez tényleg betörik valaki, mindenki tolni fog itt rá. <laughs> Tehát mindenki pontosan tisztában lesz vele, hogy ez valószínűleg megint csak annak köszönhető, hogy valahogy rosszul van konfigurálva ez a riasztó, vagy túl érzékeny, vagy, nem, vagy, vagy nem, nem, nem mert hogy valami olyan riasztó volt, nem, nem, az a fajta, ami mozgásra figyel, vagy lehet, hogy nem tudom, azt tudom, hogy valami az ajtóval volt összefüggésben, tehát hogy ők a nyilázárókat meg ezeket így beriasztózták, és, és belőtték a riasztót, és, és gondolom elfeledkeztek róla, és kinyitották az ajtót, és és üvöltött a riasztó. És mondom, annyiszor elsütötték már, hogy, hogy biztos voltam benne, hogyha tényleg törnek oda, akkor senki nem fog vele foglalkozni. Igen, valahol a környékünkön volt még valami, nem emlékszek pontosan, hogy bolt, vagy okmányiroda, vagy akármi, aminek folyamatosan bekapcsolt egy időben a, a riasztója, hogyha áramszünet után visszajött az áram, vagy bármi mitén mennydörgésre bekapcsolt, meg ilyesmi, és eleinte én is mindig ö, gondolkoztam, hogy hú, ha most akkor itt, itt van-e valami, de egy időben annyira gyakran történt ez az egész, hogy már, már én fel sem figyeltem rá. Úgyhogy nem sok értelme volt ebből a szempontból akkor a riasztónak. Ezért javasolják egyébként azt, hogy ma már ugye vannak ilyen biztonsági szolgálatok, hogy azok ö, oda is telefonálnak, hogy ö, hogy, ö, hogy tudsz róla, hogy beriasztott, hogy, ö, ö, hogy otthon vagy, nem, akkor oké, kimegyek. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a riasztóhoz kötődik egy olyan ö, cég, aki, aki az élőerőt biztosítja arra az esetre, hogyha nem tudod igazolni te személyesen azt, hogy hogy ez most csak egy véletlen volt. Ha bármi, bármi okból nem veszed fel a telefont, vagy nem tudod bemondani a, a jelszót, akkor, akkor kimennek. És ez azért már lehet egy olyan kategória, amire, amire, azt, amire azt lehet mondani, hogy ez azért el, el tud rettenteni egy betörőt akár alkalmi, akár felkészült betörőt. Az élő erő az mindig a leghatékonyabb védelem egyébként. Oké, okay, hogy az is kiátszható, meg, meg oké, okay, hogy rengetegszer van az, hogy biztonsági őrök lényegében alszanak a munka közben, de de mégiscsak, mégiscsak ott van az az élő erő, mégiscsak ki tudja rád hívni a rendőröket, meg tud lepni téged, tehát ezek viszontosan ezek, ezek kardinális szempontok az időtényező mellett. De az időtényező viszont tényleg a központi kérdés, ismeretem szerint olyan kettő kötőjel öt percet töltenek a helyszínen a betörők, feltéve, ha nincs arról ismeretük, hogy meddig lesznek távol a lakók. Mert ugye egy, egy felkészült betörő tudhat arról, hogy akár napokig tudnak működni a helyszínen, mert mondjuk elutaztak a, a, a ház lakói. És máskülönben, meg ugye, ha 2-5 ha perccel kell kalkulálniuk, akkor az asztalnál vagy a konyhához közeli szekényeknél kutatnak, tehát nem túrják át az egész lakást hanem, hanem igye, igyekeznek arzokra a, a területekre koncentrálódni, ahol a leginkább biztosabb, hogy bankkártyák tudnak lenni, ö, ö, nagyobb ö, készpénzállomány, vagy értékpapírok, vagy mit tenni. tehát ezekre a, ezekre az értéktárgyakra utaznak, mert nyakláncat nem kutatnak, meg, meg mm. ilyesmi. De szerint arra is precedens volt már, hogy akár, akár napokig tud működni, egy felkészült betörő a helyszínen, mert tudja, hogy senki nem fogja rajta kapni. De persze neki is érdeke, hogy minél hamarabb túl legyen az aktuson, mert hogyha tudja, hogy egyébként egy héten keresztül tudna működni, de-de de mondjuk az első nap letudja az egészet, tehát a megszerzett minden értéktárgyat, amire szüksége volt, akkor az ugye az ő esélyeit növeli, hogyha még, még azon az egy napon kívül még hat napig nem fog tudni kiderülni ez a, ez a, ez a cselekmény, mert nincs, aki bejelentse. Tehát a hatóság nem tud elkezdeni nyomozni, a legnagyobb idézőjelben mondom, mert most hagyd nem mondjam, hogy mit fog tudni kezdeni egy, egy, magyar rendőrség egy ilyen, egy ilyen betöréssel. Nyilván hogy mondjam, tehát megteszik ők is a főbb nyomozati cselekményeket. De itt érdemes akkor átcsatornázni a beszélgetésünket a nyomozás kérdéskörére, hogy hogy nyomoznak a betörők után, avagy a betörés után. Tudomásom szerint egy dörzsöltebb veterán nyomozónak csak rá kell nézni a helyszínre, és már fel is tudja ismerni, hogy kirámolta ki az adott helyszínt. Mert ugye ha nem is úgymond modus operandi, tehát elkövetési magatartása van ezeknek az elkövetőknek, de azért a technikából, a hozzáállásból, a végrehajtásból azért megismerszik egy, egyfajta gyakorlat, és ezt akár valakihez hozzá is tudják kötni a nyomozók. Kérdeznék én valamit, honnan ismeritek meg a professzionális betörőt? Tehát ránéztek egy helyszínre, honnan tudjátok, hogy pro tehát professzor, <laughs> pro, pro, profe, professzionális végrehajtásnak örvendett ez a helyszín. Hát nekem most így hirtelen elképzelésem sincs. Onnan, hogyha a fiókos szekrényt megnézed, akkor az összes fiókja ki van húzva a fiókos szekrénynek. Ugye abból kell kiindulni, tehát az ilyen cupboard gondolok, vagy nem az ilyen magas, magas helyen lévő szekrénynek, hanem például a, a, az íróasztal melletti ö, szekrénykére. Tehát abból kell kiindulni, hogy minden normális ember, Felülről kezdik kihúzogatni a fiókokat, mm -hmm. mert mert az van hozzánk a legközelebb. De ugye abból mi következik, hogy mindig, amikor az egyenlejjebb fiókot akarod megnézni, akkor vissza kell tolnod a felette lévő fiókot, ami időveszteség. Tehát a tapasztalt betörő az az Alulról kezdi kihozogatni a fiókokat, mert ugye az időt neki már nem kell rászánnia, hogy vissza is tolja a fiókot, kihozza a legalsót, megnézi, átkutatja, majd mehet az egyel fejebb lévő fiókhoz. Mm -hmm. És hát innen lehet tudni, hogy azért, azért nem ma kezdte a kolléga, hogy, hogy, nem felülről kezdi, hanem alulról. Erre egyébként a való életben senki nem gondolna, hogy például keresek valamit, és akkor az alsó fiókból kezdjem, hanem mindenki a felső fióknál kezdi, majd tolja vissza a felső fiókot, és megy egyen lejjebb. Hm. Érdekes vonatkozása van egyébként a nyomozásnak, hogy, hogy ugye ott próbálnak DNS mintákat szerezni, meg ugye kijönnek ilyenkor a helyszínelők, nekem volt módom egyébként végignézni egy ilyen procedúrát, Ugye egész végig ott van, a, ott van a, az érzés minden résztvevő számára, vagy minden résztvevőben, hogy, hogy hogy ebből nem lesz semmi, hogy kijöhet a rendőrség, helyszínelhetünk, kijöhet a helyszínelő, de, de hogy, hogy, hogy nem fogjuk elkapni a betörőt meg megefélik. Éppen azért, mert a helyszín elő elkezd új, lenyomok, új lenyomatokat keresni. És hát, mint a filmekben régen, hogy ilyen kis pemzlikét így megfog, és így összeporozza a potenciális zónákat, például ajtófélfákat, kilincsek körüli helyet, az értéktárgyak közelében lévő felületeket, és megpróbál ö, új lenyomatot szerezni. Viszont ugye az esetek túlnyomó többségében a, a gyanított vagy megszerezni vélt új lenyomat az csak töredéknyom. Tehát az hogy, az, hogy te szerezzél egy teljes értékű új lenyomatot, ahhoz tényleg fogni kell a hüvelyik ujjadat, és ilyen jó, ilyen, 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 ilyen érzékletesen így oda kell helyezni arra a felületre. De ilyen nem történik meg egy betörés során, hanem csak a üveg ujjam egyik peremével, fogom meg, vagy, vagy, vagy épp csak hozzáérek. Tehát, tehát a töredéknyomokkal meg nem lehet egyről a kettőre jutni, az alapján nem úgy, úgy gondolom nem lehet egész egyszerűen ö, rábizonyítani valakit, valakire egy cselekményt, ha csak a töredéke van meg a nyomnak és ebből lesz problémás, viszont hallottam egy érdekességet, hogy a betörés helyszínén mindig meg kell nézni a hűtő tartalmát. Mert ugye a különös az alkalmi betörők nagyon gyakran csalódnak a zsákmányban. Tehát keresnek valami értéktárgyat, és nem találnak értéktárgyat. És ilyenkor valahogy a dühüket orvosolandó, meg hát ezt a hiány, hiányosságot betöltendő, hogy nem találtunk jó zsákmányt, kétják a hűtőt, találnak valami ételt, és abba beesz, beleesznek. És ugye nem adják meg a módját, tehát nem találnak maguknak, meg villával, késsel szépen elkezdeni észkezni, fogják, megragadják a szendvicset, és beleharapnak egyet. De ezzel fognyomot keletkeztetnek. Mm ami meg megint csak egy olyan körülmény, ami, ami alapján azonosítható tud lenni valaki. Úgyhogy erre érdemes figyelni egyébként, meg hát ugye a nyomozás során a legalapvetőbb kérdéseket tisztázni kell, hogy, hogy, mi lehetett a cél, miért törhettek be, honnan, hova mentek, tehát ezek, ezeken a szempontokon mind-mind végig kell menni, hogy hol történt a bűncselekmény, mikor követték el, hogyan jutott az elkövető az ellopott dologhoz, milyen módon hajtották végre, milyen körülmények között, milyen eszközökkel, milyen előkészületi cselekmények történtek, hogyan értékesítették a megszerzett javakat, tehát ez egy nyomozás során értem Nem már most már nem csak egy betörésről van szó, hanem a, a lopásról, vagy a vagyonádi bűncselekménynek a teljes körű, teljes terjedelmében történő feltárásáról. De ezeket ahhoz, hogy egyáltalán például egy ügyész tudjon ezekkel a dolgokkal foglalkozni, ezeket a kérdéseket meg kell válaszolni. Mm -hmm volt-e bűnszövetség, orgazdák, tippadók, segítők, kik voltak, vagy kik lehettek, milyen az elkövetőnek a sértethez való viszonya, tehát ezeket tisztázni kell. És ugye, mint korábban mondtam, a zártörők, nem csak a zártörők, de a, általában a betörők is próbálnak lépést tartani a technika fejlődésével. Tehát igenis például a riasztóknak a működési mechanizmusát ki, megpróbálja kiismerni, az újfajta technológiát beszerzik, megvizsgálják, és ugye például az információbiztonság oldaláról is azért észrevehető, hogy, hogy, hogy az ebben a, ezen a területen mozgó szereplők, a, nem csak a hackerekről beszélek, de akár az etikus hackerekről is, akiknek egész egyszerűen abból áll az élete, hogy bizonyos védelmi nem az élete, hanem a szakmai pályája abból áll, hogy bizonyos védelmi megoldásokat egész egyszerűen megpróbáljanak feltörni, sérlékenységeket kihasználjanak, tehát lényegében elkövessék azokat a információs rendszerelni bűncselekményeket, amelyekből végül kideríthető, hogy, hogy ez a rendszer, van-e valami hiány, egy etikus hacker értem szerint ezt egy megbízás birtokába hajtja végre, de egy hacker már annál kevésbé. Mm és letagadhatatlan, hogy ők is haladnak azért a korral, ők is az újabb és újabbnál, újabbnál újabb megoldásokat megpróbálják megismerni. Ő, ő, tehát tényleg az elmondható, hogy ők az a réteg, akik nem tudnak leragadni a, a múltban. Tehát a, a, a korábbi tudás, a korábbi ismeretek azok nem lesznek hatályosak, akár tíz év, öt év, tíz év elteltével. Nekik lépés kell tartaniuk hozzájuk és, ugye? Egy izgalmas kérdése, vagy izgalmas területe a betörők témakörének az, hogy hogy amikor már tényleg nem csak nem csak ezek az analóg eszközök fogják a védelmet képezni, hanem hanem komolyabb digitális megoldások, retinaszkenner, új lenyomat leolvasó, vagy ugyanígy titkosítási mechanizmusok fogják a fájlokat védeni. Redundancia fogja támogatni azt, hogy mit tudom én, kapacitás kieséssel valami támadás vagy betörési kísérlet végrehajtásra kerüljön. Tehát egész egyszerűen nagyon gyorsan fejlődik ez a terület, és ehhez értelmszerűen a betörők vagy a ezen rendszereket kompromittálni vágyakozók is lépést fognak tartani. És hát szerintem azért a betörők mellett az sem árt, hogyha ugye a hallgatóink valamennyire résen vannak. Velem időközönként szembe jön egy YouTube csatorna, aminek az a neve, hogy Lockpicking Lawyer, szabadfordításban zárfeltörő jogász, és ő tesztel különböző biciklizárakat, lakatokat, ajtózárakat, meg mindenféle ilyen tároló egységet, ami, ami akár új lenyomat leolvasóval van ellátva, vagy csak ilyen, ilyen kis számkombinációs zára, vagy akármi és szerintem nagyon érdemes belekukkantani egy-két videójába, mert van, hogy ugye maga a gyártó küldi el a legújabb prototípus zárakat neki, és szerintem azért sokszor elég ijesztő, hogy nem csak, hogy milyen uh, ilyen, ilyen, improvizált uh, módszerekkel, meg eszközökkel, hanem hogy milyen gyorsan tudja ezeket a lakatokat feltörni. Például ott vannak ezek az új lenyomat leolvasós uh, ilyen különböző tároló egységek, és, és nagyon érdemes odafigyelni, hogy az ember miket vásárol, mert ő is mondja, hogy persze, igen, itt van rajta egy számkombinációs zár, itt van rajta nem tudom hány pinnes, meg nem tudom milyen ö, zár szerkezet, meg ugye az új lenyomat leolvasó, de hogyha megfordítjuk magát a tároló egységet, akkor láthatjuk, hogy a zsanérnak az egyes kis különböző elemei, azok vagy nem lettek lefedve műanyaggal, vagy nem megfelelően lettek letakarva, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen kis vékony kis pálcával ki lehet őket ütni, és onnantól kezdve gyakorlatilag teljesen hatástalan maga a zár szerkezet. Úgyhogy tényleg én csak azt tudom javasolni, hogy hogy bárki, aki teheti, az kukkancson bele, mert szerintem egy nagyon jó forrás lehet arra, hogy milyen különböző eszközöket vásároljunk ahhoz, hogy esetleg egy kicsit jobban biztonságban tartsuk a, a, az értéktárgyainkat, vagy pénzünket, vagy akármit. Igen, és beszéljünk arról, hogy mit érdemes csinálni, meg mit nem érdemes csinálni. Ha betörés áldozatává válunk valós időben vagy utólag felismerve. Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem sok, sok egyéb dolog mellett ezt sem nagyon tanítják meg egy átlagembernek, és, és azért annyi ilyen urbán legenda van, meg ugye a különböző országokból, amiket így lehet hallani, információkat, hogy, hogy gyakorlatilag valaki betör a lakásodba, valahogy megsérül, és még a végén te leszel beperelve, mert hogy ő úgy döntött, hogy, hogy neki sérülést okoztál, és szerintem nem nagyon van tisztázva az, hogy egészen pontosan mit tehetsz akkor, hogyha valakit tetten érsz, vagy mit tehetsz akkor, hogyha ha csak megérkezel a helyszínre, és látod, hogy, hogy betörtek hozzád, és ö, ö, valahol elég ijesztőnek tartom, hogy, úgy, hogy azért... Ö, nem feltétlenül kell arról szólni az egésznek, hogy ellopják az autódot, hanem tényleg bármi apróságot ellopnak tőled, és nem igazán tudod, hogy kihez fordulhatsz, meg mit csinálhatsz, mert nyilván teszel feljelentést, de hát, mint ugye beszéltük korábban, sajnos ha még, ha még, csak részleges új lenyomatot is találsz, de hát aki ugye nem hülye, valószínűleg kesztyűt fog hordani, meg ilyesmi, valószínűleg nem nagyon fognak semmire sem jutni. Úgyhogy szerintem biztos, hogy ráférne a népre valami kis okítás, hogy mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni, amikor ilyen esettel találod szembe magad. Hát nekem arra van tudomásom, hogy mondjuk 15-20 éve voltak azért ilyen tudatosító előadások bizonyos iskolákban, főként az ilyen fiúiskolákban, ahol ugye kicsit túlmegy a, vagy túlteng a tesztoszteron, és bejöttek rendőrök, vagy rendőrségi alkalmazottak, és akkor ott elmondták, hogy hát mit lehet tenni, amikor, amikor hallott, hogy betörtek a házadba, hát semmit, mm. tehát hogy, hogy nem, nem veheted föl vele a harcot, nem verheted szét, hiába az indulatok, de hogy a, gyakorlatilag az volt a szöveg, hogy, hogy, hogy leültetheted az asztalhoz, és megkínálhatod bablevessel, amíg kijönnek a rendőrök. És ugye nyilván Más ugye bármikor ezt önbíráskodásnak nevezné, de hogy, hogyha, hogyha tényleg ö, ö, megvernéd, akkor azzal testi sértést okoznál neki, Aha. és nem lenne arányban a cselekmény, mert nem vagy veszélyeztetve abban a helyzetben, neked oké, hogy bejöttek a, 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 a lakásodba, vagy a házadba, és, és oké, okay, hogy a, a tulajdonod ellen akarnak valamit elkövetni, de ha te ennek tudatában, meg ennek ellenére megütöd akkor te vagy a testi elkövetője. És sajnos ö, akkoriban, tehát mondom így a 2000-es évek közepén, vagy elején tényleg az volt a látható tendencia, hogy, hogy olyan volt, mintha a jogrend egész egyszerűen ezeket a, ezeket a betörőket védeni. És igen, én is emlékszem erre a erre a városi legendára, hogy valaki betört valahová, leesett a tetőablakról, ráesett az asztalra, eltört, eltört a lába, és beperelte, a, azért beperelte a ház tulajdonosát, hogy, hogy rossz helyen volt az asztal, vagy mit tudom, és bízom benne, hogy ez csak egy, egy városi legenda, de ugye azért, azért Annyit te, talán a, a, a magyar rendőrség javára lehet írni, hogy nyilván nem, nem kattanna azonnal a bilincs a csuklódon, ha, 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 ha arszol legyintenéd a betörőt, nyilván ne csinálj ilyet de, de, de talán annyira kötődünk a realitáshoz, hogy, hogy nem az van, hogy micsoda, te megmerészelted ütni a betörőt, na izé, gyere csak a, gyere csak a fogdába, uram, ön, 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 önt meg majd keressük, izé, persze vigye csak a plazma tévét, ne, tehát nem, nem, így néz ki a világ. Én egyszer beszéltem egy, egy vidéki úriemberrel, aki elmondta a sajátos hozzáállását ez a Témakörhöz ő egy eléggé ilyen régi vágású férfi és megkérdeztem, hogy hát mit csinálnál, hogyha betörnének a házadba. Uh -huh. És akkor mondtam, hogy hát, hát mondta, hogy, hogy fognám a baseballzütőt, azt arcon csűrném, mint az állat. És hát mondanám, hogy de hát te, te lennél a test, mondtam, hogy te vagy a testi elkövetője, hát abszolút nem arányos a cselekmény, nem voltál veszélyeztetve, hát te le fogsz bajba kerülni. És így felemelte az úját, hogy hát pont ezért kell itthon a bészbózütő mellett tartani <laughs> egy seprűnyelet. Igen. Kérdeztem, hogy miért? Hát mert szétvered a bézbozütővel, majd a kezébe teszed, és kézbe veszed a seprűnyelet. <laughs> és amikor kijön a rendőr, akkor mondott, hogy hát jött nekem a bézbozütővel, de le neki egyet a seprűnyélel. <laughs> és ezt természetesen én senkinek nem ajánlom, és ezt mindenki vegye tudomásul, hogy ez abszolút nem követendő, és a Szürkezóna podcast szerkesztősége elhatárolódik a nem jogkövető magatartástól de most, hogy ezt elmondtuk, tehát, hogy ez azért egy vicces sztori, szerintem. Igen, viszont, ha jól emlékszek, akkor fú, az, az, hogy hány évvel ezelőtt történt, az már nem annyira tiszta, de ez már talán ugye kevésbé urbán legenda, mert ez azért eléggé felkapott ügy volt, hogy szintén vidéken ugye egy gazda megmérgezte a borát, ha jól emlékszek, akkor, akkor fagyállóval, mert hogy rendszeresen ugye betörtek hozzá és megitták a bort, és ugye ebből elég nagy vita lett úgymond ugye a, a nép között, hogy akkor valójában mennyire is hibáztatható ez a gazda, hogyha e, újra meg újra betörnek hozzá, és újra meg újra ellopják a borát. De hát valószínűleg ugye e, most akkor ez végül is önbíráskodás, vagy nem is tudom, de hogy e, nyilván ez e, nem feltétlenül volt a legjobb megoldás részéről sem. Hát meg ugye az ő cselekménye kifejezetten arra irányult, hogy, hogy valaki ráfázzon. Tehát Előre hogy, eltervezett. Hogy, hogy nem tudom, hogy ki volt-e írva a borra, hogy mérgezett bor. Talán az javított volna egy kicsit a sorsán. Nem tudom. Egyébként van még egy megoldás, ami a, a, változó és pozitív irányba tendáló technológiát illetően még érdekes fantáziákra adhat okot, hogy ugye vannak ezek az okos kütyük, hogy mit tél, az okos lámpádat összekötöd az okos ajtóval, mit te, micsoda, és akkor van mondjuk a, 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 a szekrényeden az Alexa, vagy nem tudom, mit tudjátok, ez az ilyen kis had, hát, ez a kis ilyen személyi asszisztens történet, Igen. nem az, pont az Amazonos, az Alexa, fogalmam sincs, és hogy beprogramozott, hogy amikor azt mondod, hogy intruder alert, tehát behatolás riadó, akkor az okos ö, spotlámpáknak, a, a színes spotlámpáknak a fénye az vörösre váltson, Indítson el, a, induljon el egy ilyen boss fight music, tudjátok, ilyen, ilyen heavy metal vagy valami, ilyen kétségbe, kétségbejtő zene, és mondja azt egy robot hang, hogy nem szabadott volna ide idejönni, nem kellett volna idejönni. <coughs> <Igen>. Ez <coughs> poénos. Úgyhogy a végére is értünk a betörők kérdéskörnek, szerintem alaposan körbejártuk. Ha van kérdésetek, akkor keressetek minket, vagy a egyébként sónózba olvasható elérhetőségeinken, vagy csatlakozzatok a Telegram csoportunkhoz, a szürkezóna kibeszélőhöz. Várunk mindenkit szeretettel, és maradjatok továbbra is hűséges hallgatóink. Köszönjük a figyelmet, ez volt a szürkezóna podcast, én Rezső voltam, ő pedig Dani. Sziasztok! Sziasztok!